Szerbia. 7 millió lakosa van. Ebből közel 2 millióan élnek a Vajdaságban, köztük több mint 250 ezeren magyar nemzetiségűek. Vajdaság 1918. november 25-én került a szerb királysághoz, amikor az újvidéki nagy nemzetgyűlésen a szlávok kihirdették elszakadásukat Magyarországtól. A gyűlés meglehetősen egyoldalú volt. 757 küldöttből 750 volt szláv, és mindössze egy magyar. Pedig a magyarok száma a Vajdaságban ekkor még 420 ezer volt. 2002-ben hivatalosan csupán 290 ezer. Mára ez a szám 252 ezerre csökkent. Az 1941 és 44 közötti időszakot leszámítva Vajdaság délszláv fennhatóság alatt volt, Jugoszlávia széthullása óta pedig Szerbiához tartozik. Vajon milyen ma a szerbek és a magyarok viszonya? Hogy gondolkodnak egymásról a Vajdaságban és azon kívül? Mit gondol a két nép a közös múltról és az együttélésről? Hiába befogadó az egyik nemzet a másik irányába, hogyha a másik nem az az egyik irányába. Hogy is van az, hogy 4-5 szerb fiatal elmegy egy magyar faluba, és ott annyi magyart ver meg, amennyit akar, hogy akkor itt mi is van, ami egészséges önvédelmi mechanizmusunkkal? I don't know what could be the reason for the conflict. A szerbeknél van egy népi nacionalizmus. Nem csak politikai, hanem népi. Ő náluk a nacionalizmus az egy természetes, igazságos állapot. Tehát az önfenntartás fegyvere, és a továbbélés fegyvere. Én nem azt mondom, hogy ez káros. Sőt, én ezért tisztelem őket. Ja volim Srbiju više od svega, znači ja kako god da se živi ovdje, odavde nikad neću otići. Ja se to uvek svima pričam, ni posle škole, ništa, ništa. Beograd je moj grad, Srbija moja država, ja ne idem nigde. Belgrádban vagyunk, Szerbia fővárosában. A Kalemegdanon sétálva szembeötlő, hogy a kirakodóvásár legkelendőbb termékei a háborús erekék. Belgrádban sokan rá is erősítenek a szerbekről kialakult közhelyekre. Egy belvárosi parkban fiatalok italoznak és várják az esti nagy futballrangadót. A Crvena Zvezda és a Partizan Beograd játszik egymással. Ja verujem to, ja verujem, mislim, ja cijenim Srbe, ja verujem da su mi pametan narod. Ne znam ko je rekao, dajte mi milion Srba, osvojit ću ceo svet. Ja iskreno poštujem Srbe, stvarno, mislim, ja sam Srbin, ja volim Srbe, ali ja mislim da možemo mnogo bolje. Znači, možemo da budemo neka Švajcarska, da se kaže. Problema na Balkanu, ovi mrze nas, mi njih, tako dalje. Uvek ima nekih tenzija. Uvek je neka tenzija u pitanju, mislim. Šta, o čemu mi dalje da pričamo kada, na primjer, Beograđanin, Srbin to jeste, ne može da ode u Hrvatsku, onda ne razmišlja da li će neko da ga napadne ili bilo šta slično, kao i Hrvate ovde. Hrvati, Albanci ili da ih nazovem Šiptari i Ustaše su nam najveći neprijatelji. Mislim, međusobno, način, ne mislim, međusobno mrzimo. Način. Oni mrze nas, to je ostalo još od ovih ratovi i tako dalje. Kozumes! Bravo, Felikse, bravo, to si tako pametno uradio, tako veliko pisca kao što si ti, niko ne može da ometa. Marija Lipkovski, 23 éves belgrádi lány. Színházrendezést tanul. Jó barátja, Luka, dramaturg. What do you think? Why people think that Serbians are nationalistic, like more than others? It's a stereotype. It's a stereotype, but so as every stereotype, I think it has truth to itself. So we spent 400 years under the Turkish Empire, and before that we had our country for a very small time, and then since that there have been not even so 200 years. Yeah.
And so if it wasn't for this nationalism that you say, we wouldn't exist as a people and as a country anymore. So that is why there is such a thing as Serbia today, because people were, what you say now, as a bad thing. People were nationalist and they didn't want to surrender their religion, their truth, their belief, their language to get assimilated to Ottoman Empire. You like this? No, Ivar. She was speaking about the Turkish heritage, and actually the Turkish brought this to us. It's good. Was it homemade? Yes, my friend made it for me. I'm not a good cook. As you can see. Daj da te pratim gde god da si krenula. Sretan je onaj s kim si noći delila. Daj da te pratim i da budem sena. Da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala. Jugoszlávia már a múlté, de Szerbia szerte sokakban erős nosztalgia él a háború előtti régi szép idők iránt. Még azokban a fiatalokban is, akik akkor még alig éltek. Jugoslavia, kad je bila, de tu bila Evropska unija. A živjeli smo kao kralje, mislim, ne ja, ja sada bio mali, ali moji roditelji, ja znam, mislim, kad kažu kao, e, da nam je Tito sada, moji roditelji, na primjer, ili neko. I baš mi pričaju, sine, ti si odrastao u najtežem vremenu. Zašto je tada je bilo najgore ovdje? To su tamo bile 90. Kažu mi, sin, ti si odrastao u najgorem vremenu. Naprimjer, kad sam bio mali, kad im tražim nešto, mama, tata, hoću ovo, kupite mi ovo, ono, oni u fazonu, sine, nema. I onda, kako nemate, kako ovo, kako ono? I onda oni meni kažu, ja kažem, pa vi ste sigurno dobili kao sve što ste hteli, tako. I kažu, pa jeste, sine, ali to je tada bila Jugoslavija. I tada se živjelo kako je, znači, bez ikakog razmišljanja, opterećenja. Znači, živjelo se, bukvalno ono, mislim, normalno se živjelo, nije sad da su ljudi bili milioneri, ali nikad se nije razmišljalo da li će neko imati za letovanje, zimovanje, tako to. But in Serbia there is this trend of Jugo nostalgia, in the Jugo good old times. Yes, it's called Jugo nostalgia. Mm-hmm. Good old times, Tito, blah, 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 blah. And I do understand it because it did seem for a while that this is an awesome thing. And, you know, my parents, they are this middle, upper middle class, like intellectuals. And they didn't believe, nobody believed that there is going to be war until even after the shootings in Croatia and started. So they were on the seaside, you know, lying on the beach and listening to the news from Knin, and they still didn't realize that this is the end and that there is going to be a huge bloodshed there, because they lived in this illusion of brotherhood and love and blah, 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 which is sadly an illusion. Mm-hmm. And Serbia means nothing in Europe, Croatia means nothing in Europe, Bosnia means nothing in Europe, Macedonia, nothing, Montenegro is a mafia country. That is all it means in Europe. And so, as Yugoslavia, it could be a really powerful and important political force that could affect, on a global scale. And now it's not possible. And that is partially, I think, why the war also started. A jugoszláv álom illúziója tehát szertefoszlott, mikor a délszláv háború végig söpört a Balkánon. Az ott élő magyarok pedig önkéntelenül is a részesei lettek. Ezt el is hintették, hogy azért kell Horvátországba menni háborúzni, meg azért kell Boszniába, meg mindenhova, mert az ősi szerb földek azok, ugye, hát ez volt a jelszó. És ezt el is hitték, és mentek őszintén az emberek téves csataterekre harcolni, sőt ugye ez a borzasztó, hogy vitték a mieinket, tehát vitték bilincsbe verve a délvidéki magyarokat is a szerb érdekekért harcolni Horvátországba, meg Boszniába, és egyszer csak elkezdtek érkezni a katonakoporsók. Mi azért átéltük a 90-es évek háborúját, és akkor nagyon éreztük azt, hogy mi itt meg vagyunk tűrve, és minket azért nyomtak erősen a frontvonalra magyarokat. Meghívtak bennünket lakodalomba. Körülvették a házat, bejöttek a katonarendőrök, minden katona köteles fiatalt kivettek a társaságból, köztük a vőlegényt.
A vőlegénynek engedtek annyi időt, hogy haza mehetett átöltözni. És elvitték a frontra. Vitték őket Vukovárra. Mi közünk volt mi nekünk ehhez? A háború feltüzelte a nacionalizmusra fogékony délszláv népeket, és mindennaposak lettek az atrocitások a civil lakosság körében is. Bekerült a köztudatba, hogy a délvidéken verik a magyarokat. Szabadkán Kosztolányi Dezső városában megvernek magyar fiatalokat, szerb fiatalok csak azért, mert anyanyelvükön szólalnak meg. De ezek akkor valós hírek, nem rémhírek? Ne, dehogy. Megjelennek a házfalakon most is, hogy halál a magyarokra, magyarok kifelé. Aki itt él, az tudjon szerbül, ezt megmondják az embernek, hogyha úgy adódik. Az ember néha szinte nem is akarja elhinni, hogy hát az autóbuszon beszélgetnek a magyarok, és emiatt megverik őket. Szegény magyarok itt Vajdaságban, és a szerbek verik őket. Nem erről van szó, egyáltalán nem arról van szó, hogy elsősorban a fiúk, hál' Isten, szeretik a nőket, és a nők körül mindig van verekedés. Ez nagyon jó, amikor ez ki fog halni, akkor lesz a nagy baj. Tehát nem kell ebből ilyen ügyet csinálni, most a szerb, meg magyar verés, meg szervelés. Nem! Engem is megvertek gyerekkoromban, meg a másikat is meg fogják verni, azért mert ez így van. Kérdés az, hogy ezek valóban etnikai alapú verekedések, vagy pedig kocsmai verekedések, ahol speciális nem, etnikai... Nem, biztos, hogy itt még az etnikai verekedések egy része is el van túlsolva. Tehát ebből azért nagy hírt kell csinálni, és nagy politikai apálit is nyomást gyakorolni. Tehát ez nem lehet megengedni, és nem lehet, hogy ennyi alapon elintézik. Hát nem lehet ma megengedni, hogy valamelyik országban bárkit is a vallás, a nemzeti voltaság miatt verjenek. Ugye mindig kiderül, hogy ha megvernek egy magyart, mint nem túl régen történt Óbecsén, meg egyébként is Temerinben is, de itt Újvidéken is. A hivatalos szervek mindig megállapítják, hogy de hát ennek nincsen nemzetiségi háttere. Már gúnyolódva mondjuk, hogy hát annak sincs nemzetiségi háttere, hogyha kiírják, hogy halál a magyarokra. Nem tudunk kitérni előre, hogy ne beszéljünk arról, ugye, hogy micsoda megtorlás történik, ha ne adj Isten egy magyar visszaüt. Maga szerint nemzetiségi ügyekről van szó? Kétségtelen. Kétségtelen, és a szerb állam nem mer ezzel szembenézni. Például még speciál én voltam fiatal a 80-as években, bennünket soha nem vertek meg. Soha nem mertek megverni, vagy nem akartak megverni bennünket, de soha. A délszláv háborúk előtt Vajdaság valóban a békés együttélés mintapéldája volt. A szerbek és magyarok mellett ma is számos etnikum él itt. Többek között horvátok, románok, szlovákok, ruszinok, bunyevácok. A tartomány termőföldjei Európa legjobbjai közé tartoznak, nem véletlenül hívták Jugoszlávia éléskamrájának. Szép jó napot kívánok! A Zenta környéki tanyavilágban járunk. A vajdasági kisvárosban a szerbek és a magyarok mindig is jól megvoltak egymással. A magyarok aránya itt 80% fölött van. Most megyünk, megnézzük a pálinka főzést, ebben tart. Aha, és ott még van valaki. Hoppá! Ott van téha. Sógorom. Sugár Pista és szerb sógora Szávó éppen pálinkát főznek. Ennek nagy hagyománya van a környéken. Maga nem bír. Ezt kóstoljunk, ezt. És azt akarom mondani, ugyanezt, aztán még egy cég. Ez igen, ez erős, nem? Erős. Hány fokos ez? Van. Ez már 50-60. Igen. 50-60? Igen. 1000 liter lesz. 1000 liter lesz. Jövő. És akkor az hol árulják? Elgyűnnek és elviszik. Tehát szájhagyomány úgy kell terjed, hogy itt jó pálinkát lehet dobni a Sugár Pistánál? Igen, mert tudják, lássák van gyümölcs is, mert lehet cukorból is pálinkát csinálni. Maga szerb. De egyébként, ha nem mondják, nem tudom, mert én nem hallanám. Nem arról van szó, hogy olyan jó beszél magyarul, mint a magyarok. Gyerekkorában, kiskorában az utcán megtanult úgy, hogy, és az én feleségem is ilyen jó beszél magyarul. Ja, mert a maga felesége is szerb. Igen, Bajana. Pista a bírói pályát hagyta ott, hogy gazdálkodhasson a tanyán. Mindig azt hallottam, amíg nem jártam az országban, hogy hát a szerbek meg a magyarok azok nem tudnak együtt élni, sok a gond, a probléma, a feszültség. A régi, ez nem igaz. A régi szerbek, meg a régi magyarok, azok mindig együtt éltek. Nem volt probléma. Most ezek, akik gyűjtek,
Ezek nem tűrnek, senkit sem. De kik ezek? Mi? Lent való szerbek. Délre jött szerbek? Nem, délre, ahonnan a háború elzavarta őket. Ezek utálnak bennünket, nem csak minket, magyarokat, hanem még az itteni való szerbeket. Zentán is nagyon konfliktus. Szabadkán, ahova sokat betelepítettek, ott van. Összefognak a szerb fiatalok, azt akkor verik. Tényleg vannak magyar verések? Vannak. Hogy ne volnának. Mert ebben úgy de Temerinben még volt egy, hogy a magyarok megverték azt az egy szerbet, aztán tulajdonképpen el lettek ítélve. 60-valahány évet kaptak, nem tudom, 4-en vagy 5-en. És a magyarok meg azt fájlalják, hogy amikor magyar verések vannak, akkor a rendőrség nem nagyon mozdul, és amikor van egy... Mozdulás, csak nem tanálják meg a tettek. Magyarországról nézve, ugye én ott élek, aki nem tudja, hogy milyen békében, vagy milyen normálisan, közvetlenül tudnak együtt élni. Általánosítsák, hogy a szerbek meg a magyarok egymást nem bírják, pedig nem így van. Csak van egy... Nagyon sok vegyes házasság van Zentán, nagyon sok vegyes házasság van Szabadkán. Minden. Naviszár, Újvidéken és mindenfelé. Úgyhogy nem probléma az. De ezek, akik nincsen, most jöttek... Ezek akik... a mostani bevándorlottak, hogy így mondja, ezek csinálják. Betelepítették. Betelepített... Szerbe. Ezt csinálja a konfliktus, meg a problémát. Súlyos probléma, hogy a nagyarányú szándékos betelepítéssel megbontották akár, hogy mondjam, a vajdaság arcolatát is, tehát ez nem volt bölcs dolog. Hát most mi legyen azzal a 50-100, néhány százezer emberrel, akit idehoztak más vidékről, és nem tudnak beilleszkedni. És az a baj, hogy itt egy nagy politikai hazugsággal próbálják ezt a bajt eltakarni, hogy a nagyarányú hirtelen népességkeveredésnek komoly ára van mindenütt a világon. Más a szokásrendje, más az értékrendje. Sok időnek kell eltelnie, mire hasonlóképpen jár az agya, az esze egyiknek és a másiknak. És te is úgy látod egyébként, hogy nagyon mások azok a szerbek, akik itt élnek a Vajdaságban, mint akik nem? Tehát igen. A magyarokhoz való hozzáállásuk már? Igen, nagyon, nagyon megváltozik. Például azokban a városokban, ahova sok menekült érkezett Dél-Szerbiából a háború alatt, ott azok a szerbek, azok nagyon nem szeretik a magyarokat, és ők teljesen másképp viszonyulnak hozzájuk, mint az őshonos szerbek, akik már évszázadok óta ott együtt élnek velük. És szerinted mi az oka annak, hogy az újonnan érkezettek eleve ellenérzéssel viseltetek a magyarok iránt? Szerintem ez főleg csak az ismeretlentől való félelem. Tehát nem tudják, hogy a magyarok mit akarnak, nem tudják, hogy miért vannak itt, nem értik, hogy mit beszélnek, és ez ettől szerintem félnek. És ennyi az oka neki. Did you have any idea of the Hungarians or the Hungarians in Serbia? Not really. Not really? No, no. So I don't know, the only idea about Hungary that I had was that my uncle went there to do business. So I had this kind of idea that it's a pretty rich country, mm-hmm. You know. I had this idea about Budapest, but like about Hungarians in Serbia. In Vojvodina? In Vojvodina, yeah, not really. So I never really went to Vojvodina like for... Mm-hmm. fun or for anything. What ideas? About what? Like about that there are Hungarians living in Vojvodina. Yeah. Everybody knows it, but so I don't know, we have we have Kosovo. So that is much a bigger issue for people around here. Belgrade and southern Serbia, no, not really. They don't really care about mm-hmm. Hungarians in Vojvodina. They are starving. So they don't really care about that. Uh-huh. Is Kosovo like a pain for you? Yes. Yes. Really? Yes. Yes. I don't know, because... I mean, and that is has something to do. So if you ask me about the Serbian nationalism, I do sometimes claim myself as a nationalist, which really doesn't mean that I hate anybody. You're not xenophobe. You're a patriot. You're yes, a patriot. There was a lot of torture for these people who are living there. Like and Serbian or Albanian? Oh, both of them. But so in the end, as you can see, the Serbians are being kicked out of their homes. This is for the second time in past 20 years that there is thousands of people who have to be evicted. They come here as the poorest of the poorest. There is from still the issue from the 90s. The Hungarians in Vojvodina told me that they are partly because, or perhaps because they have been traumatized by the war, they are very hostile
and aggressive towards Hungarians. Probably. So they are the most nationalistic Serbs. From Kosovo. Uh-huh. Probably, but that is because they are traumatized and probably they feel that one day, again, they are going to be chased from the place that they are now trying to spread their roots. And you know, so if you have crisis of any kind, and if you have poor people, like, because the main problem is always the social problem, because, you know, they come from Kosovo that was always poor, and then they come here and they are the bottom of the society. So there is like, when you go towards the airport, there is this new like homes that they built when they came, and there is this graffiti like "Pogledaj nas bre," it means "look at us, please." And because they live like scumbags, which, and it's not their fault that they are now being the bottom of the bottom of the of the of the society, like the poorest of the poorest. Fertile soil for spreading any kind of hate towards anything that is different than you. Én észreveszem, melyik gyűjt az másképp néz, mint az itteni szerb. Mások lehet látni elsőre? Másképp. Le lehet olvasni, le, másképp is. Igen, látni. Gyűlölettel néz az ember. Ellenséget lát. Már az ember, mikor hozzá szól valamit, igen, vagy valamit, akkor már nem úgy beszél, akkor mindazán. Már nem is úgy néz rá az ember. Még nem is nem úgy beszél. Nem is úgy válaszol. De jó, le lehet, de azt akarom mondani, az, hogyha főmél minden, hogy is áll kamerába, akkor lehet, hogy majd minket lecsuknak. Aki, azért csuknak le, aki kérdez, az is le lesz csukva, még aki válaszol, az is. Persze, hogy. Én aztán miért leszek lecsukva? Azt hiszem, mert ilyen kérdéseket tett fő. Milyen kérdések? Csak megkérdeztem, hogy mit gondol, hogy én lehet. Na, jó van, de hát ezek fel. Tulajdonképpen ezek ilyen tabu kérdések. De hát valamikor muszáj erről beszélni. Ha muszáj, de azért az újságírók azért lógnak. De én csak nem fogok lógni. Pista, erre iszunk, hogy nem. Szíverősítő után kapok. Miért utálják a magyarokat? Azért, mert nem szerbek. Más nemzetiségű, ezt egyszerűen azért nem bírja. Ha mi, ha nem provokáltuk, hogy az itteni szervekkel bírunk élni, akkor ővelük is bírnánk élni. Egyszerűen megfogják, hogy csoportokban mennek a fiatalok, mondjuk rá Szabadkán, és megverik a magyarokat. Azért, mert nem szerb magyar. Ez van. Nem kell más oknak lenni, csak a nemzet. Mikor fog megváltozni? Mi kell lehet? Ha majd visszamenne. Idő. Ha majd visszamenne. Idő. Ahonnan gyűjtek. Do you sometimes nurture the hope or the idea that Kosovo is going to be Serbia's again? I do, although I think in the political situation that is, it's not going to be. And the problem is when you say it's going to be Serbia again, so I would say because that includes war. In itself. But was Kosovo important to you as a person? Did you go there? Did you like it? No, I never. No, and that is very funny. I know, and I do kind of. I do think of myself as a hypocrite a little bit. To su Srbi. Mislim, ne, ja nemam šta da mislim o njima. Oni su najbolje. Mi imamo drugare dole iz škole. To jest ja imam drugare iz moje škole. Koji su dole sa Kosova i jednostavno nekako više cenim njih nego ljude ovde, zato što jednostavno oni žive u pod, oni su nonstop po nekom tenzijom, u nekom strahu. To je od 99, od bombardovanja. Zašto je tad pokrenuta priča o Kosovu? I gotovo je sad uzeli Kosovo, ako što sam rekao, to je Srbija, ono. Ja to gledam ko Srbiju, to je teritorija Srbije. A Serbek most élik át a saját Trianonjukat. Ugye ez a koszovói kérdés. Ők iszonyú küzdelmet folytatnak Koszovóban, és ugye ott Rigómezőn ez a dolog már véglegesült, a nagyhatalmak már kialakítottak egy új államot, és hiába mondja bárki azt, hogy az nem precedens, hát akkor mi a precedens, ha nem ez? So, where is the painting? Painting. This is what it is. Yes, it's family. Yes, protector of my family.
Szent Stefán. Drági Sáék vajdasági szerbek. A család generációk óta él ezen a vidéken. Újvidék közelében laknak, Kátyon. Legfontosabb erekélyük a házi védőszentet ábrázoló festmény. Tradition, yes. Protect my house, my family, my grandfather, my father, my son. Drágisát és a fiát, Dusánt sosem zavarta, hogy a faluban más nemzetiségek is élnek. We are friends like friends. We don't look as, oh, you are Hungarian, you are Serb, you are Slovak. We are just people, normal people. But I know a lot of Hungarians here who, for example, don't speak Hungarian. And I say to him, you are not real Hungarian, you don't speak your language. But in Hungarian news, we can very often read that there were Hungarians who were beaten by Serbians. And I just wanted to ask if it's true. But I also read that in newspaper, and I didn't hear exactly what happened there. I also read like you on the internet, for example. So you don't know anyone? No. Who knows more about it? In our village. In our village, no. No, in our village there is no problem. Any problem. To je u pitanju vaspitanja, znate. Znači, naši roditelji, kad nas uče, onda kad budemo mali, možeš da se igraš sa svom decom, moraš ovako, moraš onako, ne smeš nikom ništa da budeš bezobrazan. Znate, stvar vaspitanja, znači roditeljskog vaspitanja. Učite deda kako treba da se ponaša, moraš svakom da kažeš dobar dan, kad prođeš ulicom, juna potkivano, razumete? Ili dobar dan, ili bilo šta, ili guten tag, ko je Nemac, onda kaže guten tag. To se uči od malena, znate, to se uči tako kad budeš mali. Ovde, u ovom mjestu, ja nikad nisam čuo moga, koji imam 55 godina. Malo neki put deca hoće da guraju jedno drugog i to sve, a to su sve ništa. What do you think, what's the difference between a Serb from Vojvodina and a Serb not from Vojvodina? Mm-hmm. We had different culture influences. For example, we lived only, I think, 170 years in Turk Empire, and their Turk Empire was, I think, more than 400 years. And there is bigger influence of Turks there, and not only Turks, East, everything that comes from East. And here we lived in Europe, in Central. So you're more civilized, you want to say? Yes. I will try to simplify it, of course. Yeah. Something more like European. Az európai szellemiség egyik központja volt Szabadka városa is, ahol anno a magyarok, szerbek, németek, zsidók harmonikus együttélése évszázadokon át csiszolódott. Boskó Krisztics is szabadkai, író, újságíró, a szerb-magyar kulturális kapcsolatok elősegítője. Hát nem tudok jó magyarul. Ne szerénykedjen. De gyerekkoromban még tanultam még, mert éltem a Szabadka környékbe néhány kastélyba, szállásokon. Ott csak magyar gyerek volt, és néhány német, úgyhogy akkor ott kezdtem tanulni németül, magyarul és szerbül. Živeti zajedno je vrlo teško, zbog toga jer to podrazumeva mnogo truda od svakoga onoga koji živi u jednoj takvoj zajednici. Podrazumeva da zna jezik onih drugih koji nisu tvoji, uslovno rečeno, da ih razumeš, da razumeš njihove praznike, da voliš njihova jela, da se udaješ ili ženiš za njihove devojke ili za njihove mladiće, da rađaš decu koja će biti iz mešovitih brakova i tako dalje i tako dalje. To je jedna velika umetnost. Međutim, ukoliko jednom savladaš to, savladaš jedan takav život u jednom takvom gradu kakva je Subotica, onda možeš živjeti na celom svetu gdje god hoćeš. A jelenkori problémák azonban nem új keletűek. Míg Romániában és Szlovákiában a 20. században nem beszélhetünk etnikai sírokról, addig a Vajdaságban igen. 1942-ben a magyar katonai alakulatok tisztogatási akcióik során több mint 3000 szerbet és zsidót öltek meg. Erre 1944-ben érkezett válasz.
Egy év leforgása alatt több tízezer magyart gyilkoltak le a szerb partizánok Tito jóváhagyásával. A számok csak hozzávetőlegesek, mert a történelemnek ez a része máig nem tisztázott. Az én apámat is 44-ben kivégezték. Kik? Partizán. És ez hogy történt? Hát, úgyhogy ő zomborba bíró volt, és behívták, és többet nem jut haza. Agyon lettek verve. Meg kellett ritkítani az ottani magyarokat, el kellett gyöngíteni bennünket. Minden kivégzett, vagy agyonvert, vagy elüldözött embernek a vagyonát el lehetett kobozni. Voltak a hideg napok, amikor a magyarok írtották a szerbeket, és erre válaszul jött a 44-45. Igen. De erről nem beszélnek annyit, hogyha jól tudom. Ezek a kommunisták, partizánok, ezek az összeset. Ezek nyírtak mindenkit, aki az útjukba járt, azt kinyírták. Még akik a régi rendszerhez tartoztak. Hát akkor maga nem úgy érte meg, hogy a szerbek likvidálták az apját, hanem hogy a partizánok. Igen, azok, akik bejöttek. Főleg fiatalokat és főleg értelmiségieket, tetrekész embereket fejeztek le, és nyilván tudatosan Tito partizánjai, Tito tudtával. Úgy hullottak az emberek, mint ősszel a legyek. Hát Járek, Bácski Járeknak mondják szerbül. Itt egy haláltábort hoztak létre. És több tanú közölte, hogy megmondták nekik, hogy egy újjal se bántunk benneteket, és itt döglötök meg. Hogy lehet ezt elérni? Nem adtak nekik sót. Én sehol nem hallottam korábban, hogy bárhol a világban ilyen büntetéssel próbálták volna a nekik nem tetsző embereket, ellenségeket valakik is kiírtani. A szerbek nem is ismerik el. Nem csak az egyszerű emberek, hanem az értelmiség se ismeri el, hogy az őseik itt hatalmas vérengzést 44-45, persze, azt mondják, hogy ez ugyanazt, amit Srebrenicára mondanak, hogy ott nem történt. Saját magukat mészárolták le a muzulmánok, nem a szerb szabad csapatok. A délvidéken lemészárolt magyaroknak a számát 20 000-re becsüljük. Én ezt tartom egy reális becslésnek. De körülbelül négyszer, több mint négyszer ennyit magyart elüldöztek az országból, úgyhogy egész vonatszerelvényekkel szállították át Szegedre, vagy vitték át őket Szegedre, és hát a magyar hatóságok nem is tudtak velük mit kezdeni, olyan tömegbe érkeztek. És az igazi morbiditás ebben abban van, hogy ezt a Titót ugye később végeztek egy felmérést, amelyben azt kérdezik, egy Kárpát-medencei felmérést, az volt a kérdés első a fiatalokhoz intézték, hogy nemzeti történelmünk legnagyobb egyénisége, személyisége. És mindenütt felvidéken Rákóczi került az első helyre, Erdélyben, Bethlen Gábor természetesen, még anyaországunkban is, ahol Kádár János az ötödik helyre került, Szent István, és itt a délvidéken Tito marsall. Nyilván, hogy a múltnak a bevallása az első lépés. Tehát addig, amíg a múlttal nem tudunk mit kezdeni, és amíg nem igazi mindaz, ami a kapcsolatainkban hát tulajdonképpen jelen van, addig nem működik a dolog. Mit ért az alatt, hogy igazi? Hát be kell vallanunk a múltat például. Le kell tisztáznunk azt, hogy mi történt. Amíg a múlt tisztázatlan, addig az iskolák sem nagyon tudnak rendet tenni a fejekben. Egy zentai gimnáziumban járunk. Én is úgy megyek az órára, hogy már 30 éve tanítok, hogy pontosan tudom, hogy mit kell tanítanom, és pontosan tudom, hogy mit nem kell tanítanom. De nem vagyok abban biztos, hogy mit nem kell tanítanom, azt nem is kellene tanítanom. Mi van a szerb tankönyvekben? Mondjon valamit. Nincs ott semmi különleges, csak tehát egy oldalú, mint általában az új nemzetek nemzetépítő lelki állapota, a szlovák, román, délszláv. Tehát most itt még a kommunista fékeket is levették, amik voltak, tehát hogy ne sértsük meg a kicsi lelki világát azoknak a kicsi nemzetiségieknek. Most ilyen fék nincs. És mit tanítanak a szerb történelemkönyvek a szerb diákoknak mondjuk Trianonról? Hogy kezelik ezt? Tehát ez nagyon egyszerű, meg kell nézni. Tehát az abszolút igazságot.
maguk részéről. Tehát ahogy nekünk van abszolút igazságtalanságunk, nekik van abszolút joguk és igazságuk. Ezt akartam mondani. Tehát a Trianon az egy szerencsétlenség és katasztrófa mi számunkra, de minden más nép számára egy boldog szabadság, egy megszabadulás pillanata. Tehát nem lehet azt várni, hogy azt tanítsák, hogy szegény magyarokkal együtt érzünk, hogy már nem ők az uraink, hanem mi vagyunk az ők urai. Ugye itt történelmi problémák is vannak, ugye sokszor kiírják Temerinbe, vagy Zentán, vagy Szabadkán, hogy magyarok, menjetek vissza, ahonnan jöttetek. Hát a magyarok nem jöttek sehonnan, ők itt élnek. Évezredek óta, ha valakik itt jöttek, ugye, és valakik betelepültek, azok nem a magyarok voltak. Én azt hiszem, ezen kellene dolgozni, és tényleg a magyar részről pedig azt tartom jónak, hogyha nem betokosodunk, ha nem bezárkózunk egy ilyen indián rezervátumba, hanem igenis nyitunk a szerbek felé, párbeszédet folytatunk vele. Ha mi nekünk valami nem tetszik, azt elmondjuk. A Vajdaságba települt szerb menekültek tehát nem tudnak sokat az ott élő magyarokról. De mi a helyzet Belgrádban, ahol a magyar jelenlét sosem volt számottevő? Nem toliko nyal, nem ništa protiv, al mislim može se kaže gotivim zato što smo komšije. Tako da neki način, ali dobri susedi, bolji od Hrvata, da, definitivno. Albanaca i tako dalje. U svakom slučaju bolji susedi, bolji susedi. Definitivno bolji zato što mislim ja koliko znam i nikad nismo imali neke konflikte niti bilo šta slično. Tako da ono za Mađarsku sve najbolje definitivno. I had no general stereotypes about Hungarian people, like Hungarians are like that. I had no such notions. Me neither. Because basically... No, there were some notions like they like to gamble. Really? Yes, and they are. Oh, I had the notion that they're stingy. Really? Yeah, that they like really don't the like Scotch to, people. Like yeah. No, but they like to gamble and to drink. No, I had the exact drink. That ideas we I did have, but like this more like this romantic ideas. I had this extremely opposite idea that they don't like to spend money, and when they buy something, they try to buy the cheapest thing. But that was like as you know in Bel we don't have a lot of Hungarians in Belgrade. And you know that we learned in school that you're Hans. Hans. Yes, in school. Yeah. Oh yeah, I had that's so interesting. I had this general notion of Hungarian when I was as a kid in elementary school. There was this sentence in history books when we teach about when we were like we were taught about how Slavic people came to live in the Balkans, and then they said that like the Hungarian people came from Asia and they positioned themselves as some kind of a needle, like a hot burning needle between two Slavic nations, like one in Moldavia, Ukraine, the Czechoslovakia part of the Europe, and one on the Balkans. So like we had this idea, oh, we were all so together, the Slavic people were all over across Europe, but then these Hungarians came and then they separated us and we long so much for our Slavic brothers on the Carpathian. Yeah. And what did you learn in school about Trianon? For instance, how was it you introduced? Know there is a what's the name? Kako se zove? What's the name of the guy from Trianon? There is a cafe in Belgrade. Bre. Koje? Ma kako se zove? Koje nacionalno? Ma ne znam, sad sam zaboravio. Francuz, nije Francuz. Clemenceau. Clemenceau, Georges Clemenceau. There is a street in Belgrade called Georges Clemenceau, and also a cafe. And we went to the cafe, and it was like. You have a cafe named after George Clemenceau. I was like, yeah, he's a guy. He's like, he took his Trianon. That was your Mickey told you. Not really, but he was like, hey, but in Trianon, it was like if I would go to Hungary and there was a street called Bill Clinton or something, and I would be like, man, how can you name a street after this bastard? You know. We don't deal so much with like the Hungarians. I mean, there is this part, of course, about. 1948, famous uprising of nations, and then of course there is this like they teach us how Hungarians didn't want how Hungarians were hypocritical because they wanted their own country separated from Vienna, from Austro-Hungary, from Habsburg Empire, but they didn't allow Serbs to have their own like Vojvodina. So they were like, aha, do you want it to be your own country? But when Serbs want like Vojvodina, you didn't allow it. My uncle also worked in Budapest, and my sister and I went to visit him, and that was my first time ever in Hungary, and on the Serbian Hungarian border.
I expected like to see people on horses with, you know, like big furry hats. Come on. Because your hands. And when I got to the border. Yeah, and your hands ride horses. I mean, they're nomad people, of course. Sztereotípiákon tehát nehéz túllendülni. Ezen próbál változtatni az évente megrendezett Topolyai Tolerancia Tábor. 10 dunamenti országból érkeznek fiatalok Topolyára, hogy megismerjék egymást és együtt alkossanak. It's great, we are here for the first time and the atmosphere is awesome. We are glad to be here. And why did you come here? What do you think about this camp? Like, is it worth it to come here and just, you know, it's like, does it really change something or is it just about having fun? Well, it's. I think it changes the people who participate here. They change a lot. It wouldn't come if it's not for free. Oh, so you wouldn't pay for it? Yeah, yeah. Because in Germany we think like Serbia, should I go or not? You okay. Know, it's like it's not a very attractive destination. Yes, exactly. Yeah. I heard like a few years ago there were like fights in clubs between Hungarians and Serbs in some places in Serbia, but. Maybe this is the way, this camp is the way that can prove that things can change and that things can be like different, that we can live all together, because as we say, Vojvodina is the Europe in small, so we can all live together. Én meg kell mondanom, hogy nagyon fájlalom, hogy létezik ez a tolerancia tábor, mert nem ez a legégetőbb kérdés, nem ez az, ami a két népet egymáshoz közelíti. Mert a szerb sajtóban ennek nincsen semmilyen nyoma. Ha maga most megnézni, hogy mi van ebből a szerb sajtóban, semmi. Akkor ez milyen tolerancia tábor? Azok, akik ott jelen vannak, azok már anélkül is toleránsak voltak egymással. Vojvodina carries completely different mentality than like Shumadia or the southern Serbia. So what is that mentality? Their mentality. Yeah, they're slow. They're slow. Yeah, they like to eat and they're relaxed people. And you know, I guess they also can get hot blooded as anyone. But they're most like when something happens, they don't go and kill first. They sit down. They are peaceful people. Yeah, yeah, peaceful. Alapvetően ugye vannak ezek a mentalitásbeli különbségek, a hegyvidéki, dinári embertípusnak a szilajsága, a féktelensége egyéb. És van ez a földműves, picit jobbágy mentalitású közösség, ami igazából az a jelmondata folyamatosan, hogy csak rosszabb ne legyen. Azt mondja, jaj, ne szólj, kisfiam, ne, mert akkor még bajod lesz belőle. Hát meg ilyen, szóval... Meghunyászkodóbb? Igen. Meghunyászkodóbb, és hogy mondjam, ezt mi úgy szoktuk szebben mondani, hogy békésebb. Ez pedig már az Adai könyvtár. Hajnal Anna és társai hagyományőrző műsort adnak elő a helyi óvodásoknak. Itt ez egyfajta küldetés. Lehet, hogy ugyanazt, amit itt csinálunk Magyarországon, vagy akár más országokban, az Európai Unió bármely országában jobban értékelnék anyagilag, de valószínűleg kisebb súlya lenne a közösség szempontjából. A mi térségünkben, ahol mi éljük a mindennapjainkat, ott mindenki egyformán befogadó. Én legalábbis azt tapasztalom, hogy a szerbség ugyanúgy elfogadja a magyarságot, és a magyarság ugyanúgy elfogadja a szerbséget. És egyébként nagyon sokat teszünk azért, hogy ez így is maradjon. Mondjuk nekem ez nagyon szép gesztus, hogy például Zántán a szerbek magyarul köszönnek, a magyarok pedig szerbül köszönnek vissza. Tehát ez egy fantasztikus gesztus egymás felé. Hungarians living in Vojvodina, I think they are in a pretty tough position because sometimes local Serbian community discriminates against them because they're Hungarians, and when they go to Hungary, Hungarians discriminate against them because they are from Serbia. Because they're from Serbia, and they look at them as Serbs. So yeah, it's maybe not an easy position to be in.
It's called the double outsider the position. The double outsider, yeah, exactly. Borzalmasan ki szoktam akadni, amikor leszerveznek. És ez számos helyzetben elő szokott fordulni, hogy te szebb vagy, hogy egyáltalán, ja, és volt Budapesten a Budavári Várba egy föllépésünk, és ott odajött a szervezés, megkérdezte tőlünk, hogy hát ez fantasztikus, hát hol tanultatok meg így magyarul? És az ilyen szituációk olyanok, amikor az ember így döbbenten áll, és egyszerűen nem tud mit reagálni, és nyel egyet, és akkor elmosolyogja magát, hogy... Ezzel egyébként azt hiszem, hogy valamennyien nagyon gyakran találkozunk, hogy Magyarországon megkérdezik tőlünk azt, hogy honnan tudunk szépen magyarul beszélni. What do you think about that Hungarians, like in Vojvodina and also in Belgrade, that they have their own, their own kindergartens, their own schools, their own university? Do you think is 100% positive? Or in Vojvodina or in Belgrade? Anywhere that is like out of Hungary, because in Hungary, of course. I think that the only possible way for a minority to survive is to have their minority schools. And don't you think that kind of? So I also agree. It's very important to keep the culture alive. But don't you think that also contributes to the segregation of the people? So that if you go to a Hungarian school with only Hungarian children from when you are like 4 until when you are 20 something, that contributes something that you are not really assimilating in the culture, so in the state and within the people that you live with. At some part of your life, you have to learn the state language if you want to live there. Yeah. But I think it's not a problem if you go to a Hungarian kindergarten or elementary I don't know. School. I think it's kind of bad. So I'm not. Not really. But so I think it does contribute to segregation and also to this way of not assimilating. Not assimilating, but not communicating enough. So I think isolation. Yes. There should be more integrated in. Yeah, in the but I think it's not the question. Of schools. Nem is volt kérdés, hogy magyar óvodába megyek, végig magyarul tanítok, és ez persze lehetőséget adott nekünk ez a társadalom. És ez miért veszett el, mit gondol? Hát most jön az asszimiláció kérdése, hogy miért van az, hogy Csókán, ahol mikor én beiratkoztam elsőbe, két magyar osztály volt, 25-6 fővel. Most meg egy osztály van, 8 fővel. Érti? Egy dolgot kell tisztázni, a kisebbség az folyamatosan sajnos vesztes helyzetben van. Az az illúzió, hogy a multikulturalizmus valamilyen módon majd őt ebből a helyzetből kilendíti, ez egy olyan illúzió, amit azóta, hogy kisebbségi lét van, folyamatosan ápolunk. Hogy miért asszimilálódnak? Mert így könnyebb. Sokkal könnyebb. Nekünk magyarságot az albánoktól kellene tanulnunk. Ugyanannyian voltunk, mint ők 21-ben. 1921-ben volt a népszámlálás. Mi még egy picit, azt hiszem, többen is voltunk. Tehát nagyjából 500 000-an. Elmúlt ugye 90 év. Ebben a pillanatban ők a 4 millió körül vannak. Már úgy gondolom, hogy az egész egykori Jugoszlávia területén. Mi pedig 300 000 körül vagyunk. Tényleg is, mégiscsak az autonómiák rendszerre jelenteni a kátyúból való kilábalást, mert hát... Tehát nem lehet ennyi, vagy sok százezer ember száját befogni ma már, különösen nem. And what do you think about that some Hungarians say that they should claim ethnic and cultural autonomy in Vojvodina? Pa ne Mađari žele, mi želimo Srbi. Mi prvi želimo, ne Mađari, mi. Mi Srbi to hoćemo. Kakvi Mađari? Mi hoćemo Srbi, ne Mađari. Mađari oni čute, ali mi Srbi hoćemo to. Najbolje mogu ja da mislim šta će da bude
ovaj, recimo da li mi treba vodovod, ne treba mi vodovod, da li mi treba igralište za decu, neću da misli ono iz Novog Sada ili iz Beograda ili iz Niša, to su gluposti. Ako Mađari vojvođanski hoće da nama pomognu, hvala lepo. Znate, i mi, i to je dobro. To je dobro. Az ilúzió, hogy a vajdasági szerbek jobban szeretnék az autonómiát, az első konfliktusig természetesen, utána pedig ez összezárt. Tehát ezek illúzió. Ugye 20. június 4-e óta egy másik államban élünk. Az az állam négyszer változott, hol így, hol úgy hívták, stb. De ezt tudomásul kell venni. És tudomásul kell venni, hogy igen, ez hátrányokkal jár, ez a kisebbségi lét hátrány mechanizmusa. De ugyanakkor érezzük már meg azt, hogy mi, mint közösség, akármilyen kicsik nyomvattak vagyunk, de azért attól kezdve mi, nekünk egymásra kell támaszkodni, és egymásra kell építeni, és vannak értékeink. És ezeket az értékeket kell ugyancsak a tudatunkba beépíteni. Nem áll meg a történelmi és nemzeti megbecsülésünk Kossuthnál, Széchenyinél vagy Deáknál. Hát van 20. századi. Van 20. század, pontosan. Van 20. század, és van 20. századi vajdasági magyarság is.